A második COVID hullám óta úgy érzem, mintha nem működne valamilyen jól most így a Fideszes propagandagépezetben, hogy már igazából lassan a választási kampányüzenetekkel kellene minket bombázniuk, de úgy érzem, hogy most nincs meg ez a kommunikációs csodafegyver, mint amit régen használtak. Próbálják ezt az oltás ellenes ellenzék maszlagot így nyomni, de érezhető, hogy ez nem működik, mert az nem is lehet, hogy ráadásul az ország nagy egy része oltásos, ugyanakkor azzal dicsekszenek, hogy már mennyi ember be van oltva. Tehát ez egy ilyen ellentmondásos is. Nem működik a migránsozás, az látványosan kifulladt, Hogy befulladt. fog? Sorozhozással abba felhagytak, ugye a CEU-t sikerült most már elkergetni, nincs, és hogy mintha nem lenne egy ilyen új recept. Hogy ez szerinted mitől van, várnak még ez később jön, vagy egyszerűen elfogytak így ezekből a felmutatható ellenségekből, mert ugye Gyurcsány az még megvan, azt még nyomják, de más, mintha már nem lenne. Pedig most szerintem bajba lesznek, mert ez az ellenzéki előválasztás, ez minden tematizálni fogja itt a közbeszédet, és erről fognak a médiában beszélni, és kénytelenek lesznek ők is erről beszélni, és ez nem megy jól a Fidesznek, hogyha más határozza meg így az aktuális politikai témát. Figyelj, de én szerintem egyébként az, hogy működni fog-e a migráns retorika, és ennek mi lesz a tartalma. E tekintetben én már nagyon, és most nem is tudom, hanyattól kerülök abban a helyzetbe, hogy a beszélgető partnerem azt mondja, hogy ez majd ez egy lejárt lemez. Nem lejárt lemez, bármikor előhívható. Főleg azon a szinten, és azzal a tematikával, azzal az attitűddel, amivel a Fidesz ide rakja az asztalra. Mert az, hogy mondjuk nyilvánvaló, az egy kihívás, és van miről beszélni és elgondolkodni, hogy mit kezdjünk a népvándorlás ellenállásával, mondjuk például Afganisztán után, meg egyáltalán, az egy fontos kérdés. De a Fidesz nem erről fog beszélni. Nem erről fog beszélni. Hanem arról fog beszélni, uszítani fog. Persze. És a félelmeket fogja előhívni, és ezek előhívhatók. Hát amúgy is az emberek tele vannak félelemmel, rossz idegállapotban vannak. A izét is, én szerintem egyébként más se csinálnak, csak kampányolnak, ahogy hívják, ott is nagyon nyomják az oltás ellenes dolgot, és az oltás ellenességet, és ez egyelőre működik. Mindenek előtt azért dramaturgiailag egy dolgot hadd jegyezzek meg, hogy ezek a kampányelemek kiürisíthetők-e, vagy nem üresíthetők ki, az nagy rész múlik egyébként az ellenzéken magán is. Úgyhogy baromi jó, hogy az előválasztási sztori hogy egyébként előkerült végre. Igaz, hogy nem is voltak olyan állapotban még 1-2-3-4 évvel ezelőtt, hogy előválasztásról lehetett volna beszélni, tehát a szubjektív feltételei nem voltak adottak. De én szerintem ezt fogják nyomni, az unió ellenességet, a szuverenitást, a szabadságot, már hogy Orbán szabadságát, amit szeretne, hogyha a nemzet, hogyha úgy gondolná, hogy ez az ő szabadsága, holott ez nem az ő szabadsága. Ez fog működni, mert aztán még egy dolog fog működni, hogy a kormányzó képesség és a kormányzó képtelenség problémájára nagyon rá fognak feküdni, hogy Orbán az kormányzóképes, az ellenzék, hatpárti, moslék koalíció, szivárvány koalíció, és a többi, és a többi. Ez fog működni, ezt fogják nyomni nagyon erősen. Nem véletlenül szivatják az önkormányzatokat, ennek van egy másik következménye is, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Ergo egyébként az ellenzéki önkormányzatok azért vannak nehéz helyzetben, mert egyébként impotensek és nem tudják kezelni a problémákat. Mi kell még? Igazából nem kell túl sok a választási győzelemhez. Amúgy szerintem van egy dolog, ami vagy bejön Orbánnak, vagy nem, mert amikor arra a felismerése, vagy arra a döntése jutottak,
hogy jogilag és a választási törvény oldaláról is beszorítják az ellenzéket egy kényszerkoalícióba, plusz rátesznek tehát egy szorítást, akkor én szerintem az Orbán azzal számolt, és az Orbán, nem értem, hogy beszélek az Orbánról, mert az, hogy megjelent ez a senki, és beadott egy törvényjavaslatot, hogy ne 50 jelöltet kelljen állítani, 71-et, akkor ő azért azzal kalkulál, hogy ezek megeszik egymást. Tehát arra is számítanak, hogy itt megeszik egymást. Hogy olyan konfliktusok, olyan balhék fognak előkerülni, amelyek következményeképpen adott esetben egy komédiába fúlhat az előválasztás. Most komolyan mondom, tényleg őrült nagy a felelőssége az ellenzéknek. Mert olyan szinten komédiába fúlhat ez, hogy mondjuk novemberben már attól fogom tökön szúrni magam az őszi sötétségben, hogy eldőlt a választás, és Orbán megnyerte. Most gondold el? Ugye? Igen, mondjuk lehet. Hát ők is nyilván fogják bedobálni ezeket a témákat. Igen, igen, igen. Tehát őrült nagy a felelősségük, és azon kívül pedig rájátszanak egy csomó ilyen a világszellemben, vagy a közbeszédben benne rejlő a félelmekre, és itt a félelmet nem győzöm először hangsúlyozni, vagy elég sokszor hangsúlyozom, a félelmekre játszó politikai aktivitásokra. Ez az embereknek tényleg nagyon sok okból van okuk a félelemre, félni a jövőtől, és ráadásul ezt turbósítják is Orba szájba, nem elhanyagolható módon a nagy keleti testvér, a bizonytalanság, akárkivel találkozom, akárhol találkozom, ha valami kaotikusnak tűnik, az most jelen állapotban a nagyon magabiztosnak tűnő regnáló hatalom számára hoz. Most olyannyira egyébként, hogy most azért gondold el, és ide hozom a közvélemény állapotát is, hogy mégis az hogy van, hogy a világ torony magasan legrosszabb járvány, és most a járványról beszélek, nem arról, hogy most Mancikának egyébként milyen cipőt sikerült venni, torony magasan legrosszabb járvány adataival, mert végül is mire jó az oltás? Például az oltás is arra jó, hogy ne halljunk meg, nem? Mire van az egészségügyi ellátása? Arra, hogy ne halljunk meg, gyógyuljunk meg. A fundamentális adat tekintetében a világon vagyunk a legrosszabbak. És egyébként nem szakad ránk az ég. Igaz, hogy ugye hát ilyen a világ. Jelen állás szerint berobbant az indiai vírus. És ugye látja az ember az Indiából bejött híreket. Nem csak én, hanem mindenki. Most egy másodperc kitérő. Annak idején, amikor az első hullámban történt az, hogy az emberek baromi bezárkózva, és ha úgy tetszik, fegyelmezetten, csinszka! Reagáltak a járványügyi helyzetre, az azért volt, mert itt van ez a globális nyilvánosság, és mindenki összeszarta magát mindattól, amit látott a tévéképernyőjén. Most itt van India, és olyan számokat hallanak a magyarok, amiket még életükben nem hallottak, és nem fogják föl, mert miért is kéne ezen elgondolkodniuk, hogy egyébként népesség arányosan az ahhoz képest, ami itt történt, az lepkefény. Most idézőjelben. Arról meg nem beszélve, hogy miután jobbágyok vagyunk, Kertész Ákos után szabadon, ezért senkinek nem tűnik föl, hogy ides tovább több mint egy éve egyszerűen nem tudok hozzájutni szakrendeléshez. És az emberek ellátatlanak. Igen, igen. Na most ez mind olyan dolog, ami szerintem döntően determinálja ezt az egész választási helyzetet. Azzal együtt egyébként, hogy az alkotmányosság problémája nagyon releváns, és egyelőre nem látok arra se kísérletet az ellenzék részéről, hogy megmagyarázna a magyar választónak, hogy a napi életviszonyait mennyiben befolyásolja az alkotmány. És most, amikor ellopták a nemzeti vagyonnak egy jelentős részét, és magánosították, akkor
az ellenzék nem használta ki azt a politikai lehetőséget, hogy deklaratív, erős gesztus keretében kifejezzék, hogy Magyarországon vége az alaptörv, az alkotmányosságnak. Emlékszel az Orbán, amikor lebontotta a kordont? Persze. Ha? Ugye akkor még törvénytelenséget is követett ez ráadásul, de az Orbán identitásának az újraépítésében az egyik legfontosabb dolog volt, mert a tett és az eszme, ha úgy tetszik, az ideológia, vagy az alapvetés, az manifest módon megjelent. Egy évvel a választások előtt én úgy lárpúrlár, meg ezt a baromságot, amit néhányan itt mondanak, hogy ki kellett volna vonulni a parlamentbe. Az elmúlt három évben emlékszel, ezt folyamatosan lehetett hallani, meg ugye a hatházi szegény, aki azon kivonulni és nem jár be a parlamentbe. Ez baromság. Az a helyzet, hogy nem ártam, az a baj, hogy műveletlenek egy kicsit a magyar politikusok, és nem olvasnak Shakespeare-t meg görög drámákat. Vannak pillanatok, tehát a politikában pillanatok is vannak, adott helyzetek vannak. Nem lehet a politikát a közvélemény kutatásokra alapozni kizárólag. Most volt egy pillanat, amikor demonstratívan minden különösen jó kockázat nélkül, de nem túl nagy kockázattal föl kellett volna állniuk, és nem egyszerűen kivonulni a parlamentben, amikor bevitték ezeket a törvényeket, hanem lemondani a mandátumról. Az egész világ erről szólt volna, és mindenki megértette volna, hogy mi történik. Mert nagyjából mindenütt Magyarországon joggal, amit te fölkérdeztél, úgy gondolnak erre a folyamatra, hogy hát eddig is loptak, most is lopnak, most más loptak el. Annyiban különbözik ez a dolog minden eddigitől, hogy ez most az egyetemeket lopták el. És meg vagyok győződve, ez a hajó elment. Lehet, hogy még a következő egy évben lesz hajó, mert hogy mi lesz itt még a vírussal, meg a járványon lesz, még nem tudjuk. És az Orbánok se tudják. De egy tény, hogy dramaturgiai érzéke nem sokan az ellenzéknek. Márpedig ez nagyon kéne. Hát most egyébként ez ugyanez, mint a... De hát most, mint mondjuk a médiával kapcsolatban. Ugye most van ez a balhé, hogy az ATV tulajdonosi köre, és szándékosan a tulajdonosokról beszélek, és nem ott dolgozó kollégákról, meg az oda bemenő emberekhez, akik mondjuk nyilatkozatra képesek. Itt történt egy nagyon komoly botrány. És az a botrány, hogy valaki quislingként a hatalmat kiszolgálva egyelőre csak elbirtokol egy köztulajdonban lévő frekvenciát, amit az állam ad oda, egy jogos birtokosnak. Most egy ilyen helyzetben, mert ez politikai kérdés, ugye? Egy ilyen helyzetben a politikának erre reagálni kellett volna. Minimum azzal, hogyha bemegy egy ilyen médiumba, akkor elmondja, hogy mit gondol erről a helyzetről, meglehetősen radikálisan, illetve egyben deklarálja, hogy ides mindaddig, de ez a pillanat is elmúlt, amíg le nem tesztek a 92.9-ről, addig ide nem teszem be a lábam. Azt gondolom, hogy az ellenzéki politika kevésbé kiszolgáltatott volt néhány napig ennek a rabló tulajdonosnak, ennek a quisling tulajdonosnak, mint amennyire ő ki volt szolgáltatva. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy voltak az elmúlt években, különösképpen az elmúlt fél évben, mondjuk például eddig csak kettő, ám de két olyan pillanat, amikor az ellenzéki politikának nem csak arra van esélye, hogy beszéljen, mert ugye ez nem egy szimmetrikus kapcsolat, az ellenzék csak beszélni tud, nagy gesztusokat nem tud tenni. Jó, sztrájkolhat, mint egy szakszervezet, vagy kitüntethet. És mi van még, hogy adott szituációban, mondjuk például, felborítja az asztalt, mint ott a parlamentben fel kellett volna, amikor ezeket a törvényeket beterjesztették, hogy érezze a közönség, hogy miről van szó, hogy megértse. Ha ezeket kihagyja, illetve ha bohóc tréfát csinál az előválasztásból, akkor akármilyenek a szándékok is, akkor szarba van az ország. Szarba van a haza. Na bocsánat, hogy így elhúztam, de nem. Bár így érthető.